Köszöntöm a Space Bridge nézőit! Srácok, eljutottunk Széllovas bemutatásához a G1-es képregény nyomában, videórovatomban. Húzhattam volna még ennek a figurának a bemutatását, de az a tapasztalatom, hogy a rossz dolgokon jobb minél gyorsabban túl esni, vagy túl lenni, a jókat meg ki kell élvezni. Most hát ezt azért mondom így, mert sajnos a Hasbro Széllovasból megint csak használható verziót nem nagyon adott ki az elmúlt évek során. Sőt, én igazából a G1 óta abszolút nem láttam volna Hasbro Széllovast. Ugye vannak kisebb külsős cégek, akik megszemélyisítenek karaktereket, megcsinálnak, ugye nem licenszeltem. Hát szerencsére az X-Transbot nevű cég kiadott egy 84 Warrior Boost nevezetű karaktert, aki nagyon hasonlít Széllovasra, úgyhogy a videó hátra levő részébe úgy is fogom hívni. Na most hát, jó, ne húzzuk tovább, már nem akarom ezt a figurát, de mindegy, ne húzzuk tovább, nézzük meg akkor a dobozát neki, aztán meg magát a karaktert. Jó, tehát akkor itt lenne a doboza neki, ugye a Boost nevezetű karakternek. Nem egy nagy doboz, tehát egy nagyon kis pici kis doboz, gondolom ezzel próbáltak a terméken spórolni, hogy olcsóbb legyen. Hát eléggé belezsúfolták, belepréselték, ami belevaló. Viszont a klasszikus G1-es dobozokat idézi, itt egy kép a karakterről, itt ez a klasszikus textpex, amit ezzel a dekódolóval annól meg lehetett nézni, a adatait a karakternek, hogy milyennek az intelligenciája, speedje, ezzel a kis piros lapocskával meg lehetett nézni. Itt látszik oldalt egyébként Tailgate-nek a keze, mert ezt a figurát kiadták ilyen Tailgate verzióba, itt pedig jármű módban. Ennyit a dobozról. A doboz belsejében található volt a karakternek az átalakításának a útmutatója. Hát ez egy jó vaskos útmutató. Tehát azért van így meghajtva, mert ők ezt így meghajtották. Szóval egy ilyen vaskos útmutató már a kezedbe kerül, akkor az bizony, az azt jelenti, hogy neked ezzel lesz dolgod, méghozzá nem kevés. Járt hozzá még egy műanyag plexikártya, ami szintén ugye a intelligencia, speed, strange, endurance, rank, hát gyakorlatilag az ő adatait egy táblázatban, illetve egy kis karakterjellemzést is tartalmaz, igényes és jó pofa. Ezeket már hiányolom egy ideje, hogy abba hagyták a Hasbro-nál. És még tartalmazott egy ilyen kis alternatív arcot, ami egy ilyen kis napszemüveges rosté, illetve egy ilyen kis álkiduduradás van rajta. És még a fejéhez egy hátsó, egy ilyen pótalkatrészszerűséget, arra az esetre, hogyha cseréljük az arcát. Tehát nekem esze ágába sem volt ennek soha cserélni az arcát, mert ugye pontosan a klasszikus arca tetszett Széllovasnak. Hát a G1-es képregényben nekem annak idején azt a benyomást keltette, ő itt található a szélén, hogy ő egy baromi nagy karakter, tehát relatíve nagyobb, mint mondjuk Hond, vagy pedig fuvaros. De mivel Wheeljacknél is. Hát ehhez képest meglepően tapasztaltam annó, hogy ő egy kis méretű járműbe adták ki. És hát nehéz is belőle beszerezni normál méretűt, de ennek a cégnek ez sikerült elérnie. Jó, akkor nyissuk is az űrhidat, és nézzük Széllovast. És itt is van akkor Széllovas az alt módjában, ami egy gyönyörűen aprólékosan kidolgozott ilyen Pontiac Firebird. Ugye ilyen volt a Knight Riderben a kit is, ha jól emlékszem. Ez a figura egyébként annyira szépen és aprólékosan ki lett dolgozva, hogy egy Transformers rajongó egyből beleszeret, de hogy őszinte legyek, ne tegyétek, mert ez különben maga az ördög. Jó, hát lehet, hogy egy kicsit túl spirázom a dolgot, de tehát tényleg, jó, ne szaradjunk ennyire, nézzük meg először ezt az alt módot. Tehát ennyire igényesen, realisztikusan kidolgozottan talán eddig a csatornán csak a MP Masterpiece Bumblebee volt, de ugye az házbós, és annak egy elég baráti volt az átalakítása. Kezdjük akkor a hátulján. Itt föllelhető, bár nem hivatalos, de a Pontiacnak a jelét idéző kis szimbólum, hátul pedig így be van rácsozva neki a hátulja, a rendszámtáblának a helye.
A hátsó spoiler vagy szélvédő rész megint csak ez a fekete rész egy ilyen kis csíkos redőzött. Van neki egy nagyon kis apró dizájnos hátsó szárnya, és még az irányjelzők is itt látszódnak, illetve az üzemanyag beömlő nyílás is. Már kicsit fénylik a fényezése, de szerintem látjátok, hogy úgy ott van neki a lenyomata. A kilincsek szépen ki vannak dolgozva, megint csak mind a két oldalt is kapott ide egy ilyen dísz csíkot. Illetve van neki kis visszapillantó tükre. Hát a felnie az nagyon tetszik, az nagyon-nagyon igényes lett, tehát ez pontosan a hivatalos Pontiac felni. Ezzel a fekete betéttel még a kerékrögzítő csavarnyílások is megvannak, illetve ez a kis piros dizájn benne, fekete gumi, tehát így nagyon rendben van. Előről nézve, ugye itt, ahol az autóbot jelet ráragasztottam, itt van ez a púposított motorháztető, ugye ez azért volt, mert ennek a gépjárműnek egy ilyen nagyon erős nagy motorja volt, és azért, hogy jól beférjen a motortérbét, muszáj volt megemelni egy kicsit a motorháztetőt állítólag, de lehet, hogy csak ez így design. Itt az elején a kis, megint csak az index fellelhető, és itt is a hűtőrács szépen meg lett csinálva. Hát nagyon dizájnos, ha fekete lenne, akkor akár kit is lehetne. És ugye az első szélvédő az megint csak le van sötétítve, illetve itt található kis ablaktörlő lapátok. Ami a legnagyobb csavarja, és nekem nagyon tetszik ebben a módjában ennek a figurának, ennek a megvalósításnak, hogy ki lehet nyitni neki bizony kis körömmel az első fényszóróit, mert ugye hogy ennek az autónak rejtett fényszórói voltak. Becsuk, és kinyit. És ez nagyon igényes. Tehát nálam viszi a pálmát, ez tetszik. Hát gurulni, hát végül is gurul mondhatjuk, de nem vagyok tőle meghatódva a gurulásától. Alulról ezt mutatja a karakter. És szerintem már ki is szúrtátok egyből, hogy itt található az alján a fegyverzete. Ami megint egyfajta igényesség az, hogy a fegyvereit ugye el lehet rejteni, és nem pedig mellé vagy a tetejére kell pakolni egy rögzítő lyukkal. Hát ezt mutatja alulról. Hasonlítsuk össze, akkor más transformerekkel. Előző videóból a Universe Honda-val. Ők ezt mutatják. Hát ugye egy régebbi karakter, de hát szintén ő is az. Már nem most vásároltam. Szerintem jól illenek össze. Kicsit talán nagynak tűnhet mellette, de ez azért, mert ez egy magas terepjáró. Portyázó. Szerintem ez a kettő is így méretre hihető, hogy ezek passzolnak, tehát egy szériába valóak. Ugye az Earthrise-os portyázó volt, és akkor Jazz is begurul. Mellé. Ők ezt mutatják. És Cliffjumper, kis vörös ördög, pedig ezt mutatja mellette, ugye az Earthrise-os jumper. Hát ő pirosnak egy más árnyalata. Ja, és majdnem elfelejtettem. Próbálom nektek mutatni, hogy még a kulcsjuk is itt megtalálható a zár mellett. Tehát azért ezért ez egy nagyon igényes, nagyon aprólékos kidolgozás. De jó, nincs más hátra, át kellene alakítani. Ami az nem sok kedvem van, megmondom őszintén, de kezdjük el, becsukjuk neki a fényszóróit. És ezután azzal kezdjük, mint a legtöbb alakváltónál, hogy leszedjük róla a mi leszedhető, ami ebben az esetben a fegyverei. Az aljánál kinyitjuk ezt a kis elemet. Még egy érdekesség egyébként, hogy bizonyos része a figurának műanyagból, bizonyos része pedig fémből készült, mint például ezek itt fémből vannak. És akkor leszedjük neki ezt a fegyverét. Ami ez az elektromágnes gyakorlatilag.
mesében ilyen volt neki, a képregényben nem volt ez. Ott a kezei voltak, amik mágnesesek voltak, kis sárga. És a másik fegyverét. Na igen, tehát ehhez a figurához nem árt egy ilyen kisebb csavarhúzót is beszereznünk, mert néha jól jön hozzá. Jó. És ez pedig egy klasszikus kis pisztoly neki. Örülök, hogy nem minden Transformersnek csinálnak ilyen nagy batárfegyvert. Ennek igazából az érdekessége még, hogy van rajta kettő darab ilyen kiállás, amivel stabilan lehet rögzíteni a figura kezébe, és sehogy nem esik ki, tehát ez abszolút úgy ahogyok kell. Jó, tehát kiszedtük azokat. Ezt most vissza is csukhatjuk akár. Nem kell teljesen így ebbe a kis félállásba. Egyébként így már talán, nem, mit sem mondhatjuk, hogy jobban gurul. Nos, akkor először a figurát, hát szó szerint megtörjük egy kicsit, így kimozdítjuk, így fölfele, így ebbe az állásba. Utána ide tesszük a, hát most így állunk, ide tesszük a hüvelykújunkat, a mutatójunkkal itt megtámasszuk, és megpróbálunk ellentartva, aha, már itt kezd a szemétkedést, kiakasztani, megtörni az ellenkező irányba, de lehet, hogy én fogok megtörni. Jó. Akkor ezt később mozdítjuk meg, mert most ebben a pozíción, itt nem, ezt nem akarja. Jó, akkor csináljuk azt, hogy az alján a két első kerekét megtámasszuk, amin van kettő darab ilyen kis bevágás, majd ennek is lesz szerepe, fog nekünk még boldogságot okozni, és kicsit így kihajtjuk a két kereket, annyira, hogy most már a melkos paneljét ki tudjuk innen hajtani. Így. Ezt mindenképpen muszáj, mert eddig nem tudjuk tovább hajtani a kettő kereket. És akkor jobban ki tudjuk már így nyomni a első kerekeit. Úgy, mint hogyha konkrétan ki akarnánk törni. És ezután innen kimozdítom a karját. Erre kell figyelni, itt a visszapillantó tükörnél van rögzítve, illetve még itt is, tehát egy három helyen. Óvatosan. Így. Ki van mozdítva a karja, és akkor ugyanezt a másik oldalt megismételjük. Az az igazság, hogyha anno ez lett volna az első transformerem, szerintem ez is lett volna az utolsó. Tehát és ez az. Tehát ez tényleg így kell, szóval aki ezt megalkotta, ez nem csak a... ez nem szerette a transformereket, ez az ember szerintem. Jó, tehát jelenleg itt tartunk. Kicsit talán följebb is álltam a kamerát. És még a nehezén nem vagyunk túl a karakternek. Na most megpróbálom azt, hogy itt kihajtom. Ez az, ami az előbb nem akart sikerülni. És az arcát takaró kis fekete lemezt fogom most kihajtani. Körömmel így megakasszuk, és így lehajtom. Most ezután a motorháztetőt itt megtámasztom a hüvelykujjammal, a mutatóujjamat pedig ide akasztom, és úgy hajtom hátra.
Így. És akkor el is bukkant széllovasnak a feje. Nos. Ezután kiakasztom itt a elejénél. Ezen a részen van rögzítve, úgyhogy egy ellentétes nyomást gyakorlok rá, és ez könnyedén viszonylag innen kijön. És ez, ami a hátsó szélvédő részből maradt, ezt fölhajtom fölülre. Majd, ha ez megtörtént, akkor alá be kell játszani. Ha ez így megvan, akkor ez folyamatosan be akar hajlani a két oldalsó üvege. Most ezt úgy beakasztom, hogy ezek ide, ez a kiálló csatlakozó vagy akasztó ide bejön, mind a két oldalt, illetve itt fölül van neki kettő ilyen horgas elem, azok pedig ide fognak kapaszkodni. A két kis fekete horog. Ez valahogy így. Ez oda. Ez oda. Na, hát azt nem lehet mondani, hogy nem stabil a backpackje, hátizsákja, tehát az hibátlan. És akkor, hát csináljuk meg a kezét, azt mondom. Na, a keze is egy ilyen jópofa jelenség. Kinyitjuk az ujjait, és utána pedig, hogy mutassam nektek. Utána pedig, tehát kinyitottam az ujjait, fogom a hüvelyk ujjánál megtámasztom egy kicsit. Hát ez nehéz mutatni. Tehát most magát a kézfejét ezen a kiálló vál fölött kell, hogy átjátszam. Amit úgy tudom, hogy nemes egyszerűséggel így belefordítom. Tehát át kell, hogy forduljon a keze neki ez fölött a vál fölött. Itt még megakad egy picikét, de ha meghúzom ellentétesen, akkor már átfordul. Ezt elfelejtettem, bár igazából nem elfelejtettem, csak ez egy fontos rész, hogy ezt a vállat rá kell ide tolni. Na most, ha ezt itt betoljátok, ezt a panelt, a visszaalakításnál mindenképpen fog kelleni hozzá egy ilyen csavarhúzó, amivel itt ezen a részen egy kicsit szétfeszítjük. Jó? Mert tehát igazából ezt, ha összetoljátok, ez akkor össze van tolva. De úgy, hogy utána ez már puszta kézzel akkor se jön szét. Tehát elő fog az ujjatok letörni, vagy a körmötök, hogy ez itt szétnyíljon. Jó, tehát érdemes hozzá egy ilyen kis csavarhúzót tartani, amivel óvatosan szétfeszegetjük. És akkor becsukom így a kezét, közben felhajtom az alkarját, és szeva, van egy tökéletes keze egyébként, ami körbe-körbe forgatható, mozgathatóak az ujjai. Jó, másik oldalt megismétlem most már egy kicsit gyorsabban. Betolom a kezét, az szétszedhetetlen be. És átjátszom ez felett a vár fölött. Így. Jó, és így behagyjuk. Na mondjuk ez a figura ennek a karakternek a népszerűségét biztos nem fogja növelni. Én úgy gondolom, tehát. De viszont járműként pokoli jól néz ki.
És robotként is abszolút úgy néz ki, mint hogy a mesébe. Jó, a kezei megvannak, és látjátok, hogy a feje is abszolút a G1-es mesét idézi. Hát a mellkasát azt még hagyhatjuk, azt majd a végére. Na most jön a legjobban gyűlölt része számomra, ennek, vagy legalábbis nem kedvelt része mondjuk ugyanek a figurának, a lábai. Tehát azt, amennyire lehetett, túl bonyolították. Először szétnyitjuk a kettőt. Így. Na most itt lehetne az, hogy ezt csak így egyszerűen így fogjuk, lehajtjuk, kihajtjuk, és megvan neki a cipőóra, és kész, végeztünk, de nem. Nem álltak meg itt. Fogjuk ezt a két panelt, amit az előbb visszahajtottam. Most kinyitjuk. Ami fontos, hogy a kerekek maradjanak itt így. Egyelőre még mindenképpen ne kövessétek el azt a hibát, mint én többször annak idején, hogy behajtjátok, mert nem szabad. És egy kis játékkal, nem kis játékkal, itt szétakasszuk a lábát. Így. Itt egy ilyen dupla hajtásos elem van benne, és abból kell kihoznunk a maximumot. Tehát ez most ennyire itt ki lett innen igazítva. Itt látjátok, még benne van. De a másik oldalt is megismételjük. Erről a kis duplahajtásos kis sínről, amitől mindig halálfélelmem lesz, hogy ilyen, na most fog eltörni, tehát hogy mindig attól úgy vagyok vele, amikor nekiállok. Jó, akkor ezen a csúszós kis panelem most beljebb csúsztatjuk így magát ezt a szerkezetet, ami innentől kezdve úgy fog nekünk lötyögni, hogy mindenbe lehetőleg beleakadjon. Tehát innentől kezdve ez már nem fog stabilan állni, amíg be nem fejezzük a figura átalakítását. És ezt a másik oldalt is megismétlem. Jó, most már ez is úgy lötyög, ahogy kell. Esetlegesen ezeket teljesen így le lehet hajtani, hogy jobban lássátok. A kis zászlócskák, aminek egyébként annyi funkciója van nagyjából, mint portyázó lábánál a zászlócskáknak, amiket így mutattam nektek, az a feketék egyelőre maradnak, így, és akkor elkezdem ezt a kis varázslatot, hogy hajtok ezen a dupla hajtásos elemen így. Kettőt. Közben ezt arrébb húzom. Yeah. Na igen. És itt ez mindenbe meg akar akadni. Tehát ez a kiálló csavar is. Ezt közben elfordíthatjuk. Ezt a spoilert, hogy itt elmenjen fölötte. Egyszerűen nem tudom, hogy hogy tartsam nektek úgy, hogy ez látszódjon is. De a lényeg az, hogy megvan. Tényleg bennem a legjobb szándék dolgozik, hogy ezt úgy mutassam, hogy értelmezhető legyen, de ez nem túl könnyű. Jó, akkor jelenleg sikerült ezt átfordítanunk, ugye itt még így néz ki. Itt már kezd valami cipőforma lenni. Akkor most ezt a kis szárnyat, vagy a kis zászlócskát, ezt így áthajtjuk így ide. És akkor ez itt nekünk eltakarja ezt a lyukat, és ez így most jó. És itt van ez a kis rögzítő kiállás. Ezt ide bejátsszuk. Amennyire engedi. Ezt tudom, hogy egy nagyon hosszú videó lesz, srácok, de mindenkinek megköszönöm a türelmet, aki végignézi. És ezt így hátra elfordítjuk. Jó,
Hát ez az egyik lábikója, illetve még annyi, hogy ezt a kereket be kell ide hajtanunk. Ugye mondtam, hogy a kereket a végén hajtjuk be. Így ad neki egy kis stabilitás, most kilökte onnan, ahol az előbb beakasztottam. Megfordítjuk a combját, és a tért kalácsát visszahajtjuk úgy, hogy a helyén legyen. Jó, jöhet a másik oldal, a másik lába. Tehát ki felfeszít teljesen. Ezt elfordítjuk egy kicsit. És elkezdjük oldalra forgatni. Úgy, hogy ezt itt átjátszani. Így. Jó, az előzővel azért haladtam annyira lassan, mert próbáltam nektek amennyire lehet ezt úgy visszaadni, megmutatni, mert nem egy egyszerű. Jó, kihajtjuk a kis cipőórát. Elfordítom ezt a sarkot, behajtom az ászlócskát, mert az nagyon fontos. És helyreigazítom a sarkát. Úgy, amennyire engedi a karakter. Kerék becsuk, ami ad neki egy plusz támasztékot, és így egyre így lötyög neki a térde, hogy az előbb mutattam, hogy így helyre kell rakni a tért kalácsát. Innentől kezdve már jó. Jó, és akkor ezt a lábát is megfordítom. Viszont most már tényleg azt mondom, hogy hát már majdnem túl vagyunk a nehezén. Még annyi van, hogy itt a belsejébe aztán mindenféle dupla hajtásos izé van, ízületecske, és ezekkel kell majd úgy játszanunk, hogy a mellkaspanelt fölök. Na most először, ugye beszéltem nektek erről a két lyukról, ahova ez a kettő kiállás fog csatlakozni. Ezeket a kerekeket semmilyen úton módon nem lehet rögzíteni, tehát rengeteg örömet tud okozni az embernek, amíg ezeket megtalálja úgy. Nem is mondom, hogy mindig sikerül. De még előtte itt a derekát összehozzuk neki. Amit úgy tudunk, hogy ezt a kettő kis szárnyat úgy kell pozícionálni, úgy kell állítani, hogy jók legyenek. Így valahogy. Látjátok, így valahogy úgy mutatnak ez, hogy kellnek. Még egy kicsit kell rajta igazítani, de... Jó, hát akkor tételezzük fel. Ó, hát persze, mert közben háromszor elforogtak a kerekek. Hogy ezek oda mennek, ahova kellenek. Mondjuk így. És nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy kész. Tehát sikerült. Nos, srácok, ez megmondom őszintén, hogy tökéletesen úgy néz ki, mint a G1-es mesébe. Tehát tényleg, mintha onnan elevenedett volna meg. Ez nagyon retro. Tehát nekem már egy kicsit megmondom őszintén, hogy túl retro. Örülnék ennek a kareknek, ternek egy ilyen kicsit modellebb IDV-s megközelítésnek. Viszont, hogyha valaki azt akarja, hogy oly, az a széllovas legyen meg nekem, ami a G1-es mesébe volt, akkor ez hibátlan választás lehet neki. Elemezzük ki, akkor hát nézzétek meg a fejét, már hogyha a kamera se fókuszál. Tehát mintha a G1-es mesébe. Nagyon szépen ezüstösen megcsinált arc, azon is gyakorlatilag ilyen kisebb barázdák.
A szemei kivágása tökéletesen azt a formát idézi. A fejformája teljes mértékben olyan, mint ahogy a mellkas lemeze is, és a fényezése is. Ugye kis fehér lábak, pirosos a cipője. Hátulról azt mondom nektek, hogy oké, van neki egy backpack, egy hátizsákja, de annyira, amennyi kell. Tehát, hogy igazából nem az van, hogy az egész figura a hátára van fölpakolva, vagy az egész átalakított mód, mint mondjuk RC esetében. Én úgy gondolom, hogy ez még nem zavaró. Karjának is jó ezek a kis fehér betétei így hátulról. Ugye a mellkasára értelemszerűen ragasztottam egy Autobot matricát, ami egy ilyen fehéres háttérrel választottam végül is hozzá, mert nem akartam, hogy elveszen a mellkas lemezébe. Ne látszódjon, mert az a jó, hogyha látszódik, illetve a mellkas lemezén van neki egy ilyen kis fekete rés. Hát most a arcát nem fogom neki kicserélni, de ugye mutattam, hogy ki lehet erre a rostély verzióra. Ez azt hiszem egy történetben volt a rajzfilmben, úgy láttam, ez a maszkja neki. De már nem tudom, hogy miért. Hát a G1-es mesébe. Jó, hát és nem nagy a figura. Tehát méretben még ez se nagy. Ez elvileg egy, azt hiszem ez a cége a Masterpiece MP, ahogy tetszik, Transformerekhez szánta, de méretben szerintem tökéletesen jó a klasszikokhoz. Mozgathatóság szempontjából hibátlanul mozgatható a karakter, tehát teljes mértékben körbe lehet forgatni a kezeit, és attól függetlenül, hogy gömbcsukló, és hogy milyen erőszaknak kell kitérni, amikor átalakítjuk, abszolút nem lazultak ki az évek folyamán. Majd nem is alakítottam már túl sűrűn ezt a karaktert, megmondom őszintén. Ennyire be lehet hajtani a könyökét, és teljes mértékben körbe is lehet forgatni az alkarját. A csuklója szintén borzasztóan jól mozgatható, ugye nyilván az átalakítás miatt is teljesen körbe lehet forgatni, illetve az ujjait ki lehet neki nyújtani, ami szintén egy pozitív dolog ennél a figuránál, tehát tényleg profira vették. A derekát teljes mértékben, amint látjátok, körbe lehet forgatni, és ez nem az átalakítás miatt van, egyszerűen csak azért, hogy körbe lehessen forgatni. Térdben, na itt van a figurának egyébként egy kisebb gyenge pontja, a következő történet, illetve még a combjait oldalra megnézzük, ezeket a kis pirosokat kijebb hajtom, így, és akkor teljes mértékben így legalábbis idáig le lehet spárgáztatni, de szerintem ennél több spárgát senki nem akar ettől a figurától, és előre-hátra pedig így mozgatható. És akkor a térdeire visszatérve, amit mondtam, itt jön a figurának ki sajnos az egyik hibája, bár ha csak ez lenne neki, az átalakítás a fő hibája. Tehát az, hogyha behajtom a térdét, így, teljesen jól megáll. Most ha elkezdem visszafele hajtani, akkor viszont ez történik. Tehát ugye ez a dupla hajtásos térdizület miatt van. Szóval bizony ilyenkor ellent kell tartani, és így visszatesszük. De szerintem ezt a figurát, ha valamelyikőtök úgy dönt, hogy megveszi, akkor nem játékra fogja megvenni, hanem hogy a polcon beállítsa a többiek mellé, és akkor viszont ez nem zavaró, ez a térdkalács probléma. Jó, hát a bokáját azt inkább hagyjuk, azt nem lehet neki mozgatni igazából, de nem is várnám, mert hát eléggé mozgatható, tekergethetős az átalakításnál. Fegyverei, akkor, hát ez végül is azt a hatást kelti, mint hogyha a keze alakulna át neki, mert így fölteszem, és akkor, hát mint hogyha a keze alakult volna át neki egy ilyen mágnessé. Érdekes, hogy a másikra nincsen neki, illetve akkor a kis pisztolyát, ahogy mutattam, a tenyerén lévő stigma, ez a kis vágás, ebbe tudom bele rögzíteni. És ha behajtjuk az ujjait, akkor ez gyönyörűen stabilan zár, és nem esik ki. Jó. Nos, akkor hasonlítsuk össze más transformerekkel. Ugye effektpontok értelemszerűen nincsenek. Itt lenne akkor Cliffjumper, a kis vörös ördög.
Hát ő így nagyobb, de most az, hogy ez a cliff jumper kicsi vagy ő nagy, ezt döntsétek el ti. A előző videómból hond. Meg akkor már rövid is. Szerintem jók méretben, talán annyi, hogy széllovasnak egy kicsit a feje, az mint hogyha nagyobb lenne, mint hondé, de ugye itt az is becsapós, hogy neki van ez a fémlemez így körbe a fején. De nem, tehát az arcát nézve valamivel nagyobb, mint ennek a figurának. Nyilván látszik, nem teljesen, hogy egy széria, de különben, ha a vitrínben rájuk néztek így egymás mellett, annyira nem tűnik fel, és inkább azt mondom, hogy ez, mint a Titan Returnos széllovas figura, ami ugye megint csak egy ilyen kisméretű apróság. Portyázóval ezt mutatják. És a Studio 86 Jazz pedig így néznek ki ők együtt. És akkor illesszük be őt a kis méret táblázatba. Willivel, Starscream-mel. És Grimlock-kal. Jó. Azt hiszem, hogy mindenki már el tudja dönteni, hogy ez a karakter mennyire felel meg méretre, mennyire pedig nem, mennyire kompatibilis azokkal, amiket gyűjtünk. Összességében nézve ez a figura tökéletesen néz ki mind a két módjában, de az átalakítása az tényleg túl lett komplikálva. Ez miatt a megvásárlását csak akkor ajánlom, hogyha a legnagyobb ellenségeteknek veszitek ajándékba, hogy pokolá tegye az életét, de viccet félretéve egyébként gyűjtőknek ajánlom, de játékra semmiképp. Szerencsére csak külföldön kapható meg, úgyhogy nem fog vele beállítani a nagyi, hogy boldog karácsonyt. Hát ennek az ára, mert ez az első szériája ebből a figurából, az 40-50 ezer forint körül mozog, a körül van belőle, de van belőle egy olcsóbb verzió is. Az viszont ilyen 10 ezer forintokért, talán ilyen 15 körül van. Az a különbség a kettő között, hogy ez a fehér rész ezüst. Ezüst teljesen ilyen fémszínű fényezéses lett. Valamiért ugye hát nyilván ez az első verzió, ez már egy ritkaságba megy. Én annak idején ugye, amikor megláttam, akkor egyből így beleszerettem, és azt mondtam, hogy ez kell. Aztán amikor elkezdtem átalakítani, akkor ugye átértékeltem már a dolgot, de megtanulható, ennek is megtanulható az átalakítása, de nyilván nem az, amit két percenként játék közben átalakítasz, hogy most autó, most robot. Jó, hát mindenki a saját felelősségére. Nézzük, mit élik tudni akkor széllovasról. Tehát akkor frakciója, autobot rendeltetése, harcos személyisége, hát türelmetlen és kíváncsi, és ráadásul alig várja, hogy harcolhasson az álcákkal. Ezen tulajdonságai miatt gyakori páciense Rasnidokinak. Meglepő egyébként, hogy a földbolygó nem nagyon érdekli, nem nagyon hozza a lázba. Tehát oké, elfogadja, hogy itt vannak a földön, de nem, azt se lehet mondani, hogy honvágya van Cybertonnal kapcsolatban. Képességei, hát az autobotok közül, ő, akik lezontak a bárkával, rövid távon ő a leggyorsabb. Legalábbis annak idején így írták a jelentésébe, rövid távon. Karjait képes elektromágnesként használni, amivel akár 10 tonna vasat is képes lebegtetni, hasonlóan, mint a X-Men filmben Magneto. Hát srácok, ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, remélem tetszett, ha tetszett, akkor jutalmazzátok egy lájkkal, megtisztelnétek, ha feliratkoznátok, és ha szeretnétek kideríteni, hogy miről fog szólni a következő videóm, látogassátok meg a csatorna Instagramját. Sziasztok!